Jelentős változásokat vezet be a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara a földforgalmi törvénybe. Ezekből emelt ki három fontos pontot Györfi József, a Kamara Tolna megyei igazgatóságának földügyi referense. Az egyik, hogy egy új megtagadási jog került a, a rendszerbe, az aránytalanság intézménye akkor tekintünk aránytalannak egy haszonbérleti szerződést, hogyha az érintett termőföld nem rendelkezik olyan előnyös tulajdonságokkal, amelyek indokolják a helyben szokásos kialakult haszonbérleti diaktól való eltérést. Ilyen előnyös tulajdonságok lehetnek például a föld minősége, művelhetősége és öntözése, valamint a közúttól való megközelíthetősége. Az új szabályozásnak köszönhetően, ha a föld tulajdonos aránytalanul magas áron akar haszonbérleti szerződést kötni, akkor a bérbevevő akár keresetet is indíthat az ügyben. A jogszabály nyilván egy, egy egészséges inflációt figyelembe emelkedést megengedést tolerál. A helyben szokásos kialakult bérleti díjaktól való drasztikus eltérést az amit, az, amit nem tart elfogadhatónak és aránytalannak tekinti. Ennek a kidolgozása Során mindenképpen a települési agrárgazdasági bizottság vezetőségi tagjainak a, a figyelembevételével, a véleményének a figyelembevételével fog eldőlni, hogy településenként mik azok a, a helyben szokásos kialakult piaci díjak. Nyilván akár tollamegye vonatkozásában is lehetnek különbségek település és település között. De ennek a kidolgozása ez még folyamatban van. A 2018-19-es KSH adatok szerint Tolna megyében átlagosan 90 és 110 ezer forint per hektár éves díjakat szabnak ki a tulajdonosok a bérbeadott területért. Fontos változás még, hogy a haszombéleti díj szerződés módosítása, hogy haszombéleti díj csökkenésére irányul, akkor a feleknek azt is indokolni kell, hogy mik azok a lényeges körülmények, amelyek haszombéleti, haszombéleti díj megkötése és a módosítása között bekövetkezett. Ha ezt nem tudják a felek kellőképpen alátámasztani, akkor a, a MISZ, a mezőgazdasági igazgatási szerv a használmérleti díj módosításának a megtagadása mellett dönthet. A másik fontos változás az a használmérleti díj, hasznambéleti díj fizetésének a módjában következett be a 2022. január 1 -e után megkötött haszonméleti szerződések esetén nincs már mód és lehetőség készpénzes fizetési teljesítésre, csak átutalás, illetve postai úton tudják haszonbérlők teljesíteni haszombérbeadók felé a kötelezettségüket. Azonban három kivételt így is megenged a jogszabály. Az egyik, hogyha közeli hozzátartozók között történik a a teljesítés vagy pedig tany esetén, vagy pedig, hogy az érintett ingatlan nem ér az egy hektárt. Ezen kívül nagyon fontos változás lép hamarosan életbe, amit azoknak a gazdáknak kell különösen figyelembe venni, akik szerződéskötés előtt állnak hogyha két gazdálkodó, két földműves tulajdonan bírt egy adott ingatlanban, az egyik szerette volna megvásárolni a másik ingatlanát, akkor nem volt időkorlát, tehát bármikor szerzett tulajdont, akár egy hete, egy hónapja több éve, akkor egy közös tulajdon megszünteti okirattal tulajdon szerezhetett, és hatóság jóvágyás alól mentes volt. A jogszabály itt szigorítást vezetett be. A tulajdon szerző tulajdonostásnak három éve tulajdonosnak kell lennie ellenkező esetben, esetben kifüggesztési köte kötelezettség és hatósági jóvágyás folyamatát kell, folyamatában részt kell vennie a, a szerződésnek. És ott ugye akkor megtörténhet az a nem kívánatos eset is, hogy akár megelőzik őt, és egy másik földműves gazdálkodó esetleg tulajdon szerez abban az érintett ingatlanban. A jogalkotóknak ezekkel a szigorításokkal a spekulatív szándék kiszűrése volt a célja.